Túl vagytok az erdélyi turné első koncertjén. Hát ezt most úgy mondtam, mintha egy akadály lett volna, de azért Barna, nyugtass meg, hogy nem fájt nektek Szatmár Németiben. Abszolút nem fájt, sőt, nagyon-nagyon jól esett a Szatmár Németi koncert, és már pici volt a helyszín, de nagyon-nagyon jó közönség gyűlt össze, és egyébként fel is posztoltam a Be The First-nek a Facebook oldalára, hogy gyakorlatilag tele volt a hely, nem is nagyon fértünk el többen, és nagyon-nagyon jó hangulatú koncert lett. Egyből első szám után, első számban már közönség énekeltetés, tapsoltatás, minden volt, úgyhogy folytatjuk azt a trendet, amit itt a Petivel megkezdtem a nálatok Mosvásárhelyen, hiszen tudom, amikor a Petivel voltunk, akkor ti voltatok az első állomás. Bizony, és lett egy, hát hogy is mondjam, zenekarotok a közönség, tehát nem duóról, hanem trióról beszélhetünk, abszolút, már, mint abszolút, fogalmaztuk igen, meg. Igen. Jól időzítettetek, a Zene Világnapján kezdtétek el a turnét, és hát jó ünneplés volt ez Szatmár Németiben is. Na de fordítsuk egy kicsit komolyabbra a szót már, mint ami a zenekart illeti. Be The First. Miben vagytok, vagy szeretnétek ti az elsők lenni, illetve mi az az első élmény, amit a közönség kaphat tőletek? Hát igazából ez egy szójáték, a zenekarnak a neve. Egyébként, hogyha angolul gyakorlatilag úgy van, hogy ez egy solo projektnek indult, ami végül zenekarra folyult, és Be The First az gyakorlatilag az én kezdőbetűm a B, és ez olyan, mint a Henrik the Fourth, mondjuk negyedik Henrik, és akkor első B, kvázi első B király, tehát ez ilyen érdekes, tehát nem feltétlenül arra lyukat ki a dolog, hogy Be The First legyen az első, de igazából mi mindig az elsők akarunk lenni abban, ebből a szemből is jó a név, hogy gyakorlatilag bevonjuk szerintem a közönséget. Ebben szeretnénk az elsők lenni. Egyébként meg mindenki választja magának egy olyan dolgot, amiben első akar lenni, ezt is üzeni egyébként a maga a név. Hát rendben, akkor körülötted vannak az alattvalóid is ebben az esetben. Igen, gyakorlatilag. Végül is most már szétoztuk a dolgokat, ők miniszterek, mindenkinek megvan a saját miniszteri státusz, és én vagyok a miniszterelnök, és gyakorlatilag az Attila basszusgitárosunk, ő a pénzügyminiszter, a Rákos a dobosunk a kulturális miniszter, és a hangmérnökünk, aki egyébként vezeti az autót, ő pedig a fülügy miniszter. Mi van a koszfa a szerepek? Lehet tőlük is kérdezni. Igen, ennek kapcsán lenne még egy kérdésem, hol lehet rátok szavazni? Hol lehet rá szavazni? Hát figyelj, ezt kitaláljuk egy sör mellett ma este, vagy egy bor mellett. És megbeszéljük, hogy pontosan hol és mikor lehet ránk szavazni. Igazából még az egész struktúrát ki kell találni, hogy a szavazás hogyan működjön, és egyébként kikkel versenyzünk, mert ugye először föl kell dobni azt a labdát, hogy mások is akarjanak ezeken a posztokon tevékenykedni, ne csak mi. Hát akkor kampányoljatok rendesen most itt az erdélyi turné során, és akkor majd a turné után elmondhatjuk, hogy hogyan lehet rátok szavazni, és bizonyára lesznek követőitek. Na, kicsit add a többieket, hogy faggassam őket is. Jó, hát én akkor átadnám a szót a pénzügyminiszterünknek, Péterfi Attilának, aki egyébként a basszusgitáros a zenekarnak. Szervusz Attila! Tudom, hogy ti mind zenészek vagytok, és mind más zenekarokban is tevékenykedtek. Miért fontos számotokra a Be The First, hiszen valószínűleg, hogy ez is még sok energiát elvesz tőletek, de ad is egy-egy koncert során. Miért éreztétek úgy, hogy kell még egy zenekar nektek? Hát megmondom őszintén, nekem ez a zenekar az első számú zenekarom már vált végül is. Mondhatom is, hogy a főzenekarom. Én játszottam több formációba, és most is játszom több formációba, de abszolút azt gondolom, hogy ez az első számú zenekar. Gyakorlatilag a terveink közé tartozik az, és ez a legfontosabb, hogy mi nem feltétlenül Magyarországon, hanem inkább nemzetközi szinten szeretnénk közreműködni és játszani sokat és koncertezni, úgyhogy gyakorlatilag világsztárok akarunk lenni, ez a terv. Ez az 5 éves tervbe. Én magam nevében tudok beszélni, de azt gondolom, az Ákos is így gondolja. És mi az a műfaj, amit világsztárként közvetítenétek? Teljesen a Barna egyéniségére van építve ez a produkció, hiszen így is kezdtük el, hogy a Barna gitározott, és mi ugye jó barátok voltunk, hallgattam, ahogy játssza a saját dalait, és én azt gondolom, hogy ő nemzetközi szintű előadó művész, és én mondtam neki, hogy ezt meg kéne mutatni a világnak, és hogy ki kellene jöttni Magyarországról. Persze szívesen játszunk otthon is, de hát azért azt meg kéne mutatni a világnak, amit ő tud, mert azt gondolom, hogy bárhol megállja a helyét. Tehát a stílus az abszolút a Barna stílusai, ez a funk, rock, blues, amit gyakorlatilag most is játszunk. Igen, és hát itt van a funky, aminek tulajdonképpen elég kicsi vagy kevés gyökere van Magyarországon, és ezt tudjátok növelni ti, hát a világ fele. Mennyire nehézkes ez, hogy kijussatok Magyarországról, vagy hogy más országokban is megmutathassátok magatokat, a zenéteket, az energiáitokat? Nem annyira könnyű, de szerencsére megtaláltuk azt az embert, aki ugyanúgy gondolkodik, mint mi, és Kajári Andrának hívják amúgy. Ezt az erdélyi turnét is végül is
ő szervezte már, és ő abszolút a külföldi koncertszervezéssel foglalkozik és a promócióval, úgyhogy azon munkálkodik, hogy külföldi kiadókhoz eljutassa az anyagunkat, külföldi menedzsmentekhez, koncertszervező cégekhez, úgyhogy én azért bízom benne, és szerintem most meg lesz az áttörés így az ő segítségével. Igen, és mi az a plusz, amit ti mondjuk hozzá tudtok tenni ezekhez a műfajokhoz, amelyben ti is mások tudtok lenni egy kicsit, mint más zenekarokban? Hát nehéz. Igazából annyi, hogy hiszünk magunkba, hiszünk a Barna tehetségébe, meg a saját tehetségünkbe, és nagyon szeretjük egymást, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez nem egy ilyen munkakapcsolat, hanem ez egy baráti kapcsolat, és szerintem ez lejön a színpadról is, hogy ott van fenn három ember, aki nem csak együtt zenél, hanem tényleg olyan szoros barátok is, és pluszban az energia szintünk. Nem tudom igazából, nem gondolkodom ezen, hogy van-e valami plusz, de egyszerűen csináljuk a dolgunkat, és hiszünk abban, hogy csinálunk. Na és ez a plusz, azt gondolom. Akkor lehet, hogy ez a plusz, igen. Ákos, nem tudjuk bevonni, túl nagy első állomása volt, ugye? Nincs mitől fel. De már nagyon elfárunk. De estére jó lesz. Jól van, rendben, sok volt a pálinka, gondolom, vagy még nem volt az? Hát nem tudom, mert én már aludtam, mire ők feküdtek aludni, úgyhogy én keményen nyomom, nekem nagyon kell figyelnem, mert ez nem egy könnyed. Na úgy értem, hogy energiaszintben sokkal könnyedebb, hogyha az ember jazzes dolgokat játszik, meg ilyen kisebb hangerejű zenét játszik, és azért más egy rockzenekarban tevékenykedni, tehát hogy lóg a nyakamban egyfolytában gitár, ugrálok visszaerőből, és az azért kivesz az emberből, és így most meghúztam egy ilyen határt, hogy most nem fogom szétbújízni magam a hajnalig, mert félő, hogy akkor már nem lesz hangom, és akkor nem akarok negatív élményt okozni magamnak, mert az lejön aztán a színpadról. És kifárasztod magad akkor a színpadon, ez azt jelenti, mesélj nekünk arról az érzésről, hogy milyen, mindig erre vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami megfogalmazódik benned, vagy ami kitör belőled. Hát most nem akarok nagyon profán lenni, de leginkább, tehát a zenélés az egy nagyon érzéki dolog, így talán a legfinomabban tudnám megfogalmazni, és talán ahhoz hasonlít a legjobb, amikor a legjobban érzi magát az ember a szerelmével, akár csak egy film megnézése közben, vagy az ágyban, vagy bárhol. Én azt gondolom, hogy a jó koncert is ilyen, vagy a jó zenélés is ilyen, egyszerűen kapcsolatba kerülsz nyilván a zenészársakkal, meg gyakorlatilag az univerzum egy olyan bensőséges, közeli kapcsolat alakul ki, ami felszabadítja az energiákat. De talán egyébként pont a legutóbbi interjúban, amit csináltam, pont már beszéltem erről az univerzális gondolatomról, meg érzésemről az egész zenével kapcsolatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen erős kapcsolat alakul ki gyakorlatilag a világgal körülöttem, illetve belül önmagammal is, és a zenészekkel. És azt gondolom, hogy ez az érzés, ez ilyen nagyon nehezen megfogalmazható. Talán olyan, mint amikor az ember, mondjuk egy lány meglát egy fiút, és azonnal szerelembe esik, vagy egy srác meglát egy lányt, és azonnal szerelembe esik, de ez folyamatosan ez megy. Tehát ezt nem lehet elmondani, hogy milyen. Egyébként a Jimi Hendrix idézet jut eszembe, amikor kérdezték tőle egy interjúban, hogy kérdezték tőle, hogy Jimi, ne haragudj, végülis szerinted melyik a jobb? A szex vagy a zene? Azt mondja, hogy hát zenélés után jó egy kis szex. Tehát valahogy ez így tudnám a legjobb, tehát hogy Jimi Hendrixet idézve így tudnám a legjobban megfogalmazni, talán nagyon erős a kapcsolata kettő között, tehát a zenélés és a szexualitás között. És azt gondolom, hogy valami ilyesmi érzést kell gondolni, tehát valami ilyesmit érzünk mi a színpadon. Ezt érzitek ti, és hogyan kell viselkedjen a közönség ahhoz, hogy ez bennetek megfogalmazódhasson, mert valószínűleg az is több energiát ad, hogyha látjátok, hogy valamilyen szinten érzi ezt a közönség is. Igen, nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos, hogy bevonjuk a közönséget. Én azt gondolom, hogy mindettől függetlenül nem megvannak azok az eszközeim, amivel be tudom vonni a közönséget, hiszen van egy ilyen 20 éves rutinom nagy színpadon, de azt gondolom, hogy alapvetően nem szívesen mondom meg a közönség, hogy mit érezzen, inkább adok ilyen kulcsokat, adok kapaszkodókat, amiben bele lehet kapaszkodni, vagy belekapaszkodhatnak, és hogyha bele akarnak, akkor belekapaszkodnak. Ha nem akarnak, akkor meg másképp érzik jól magukat. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi mindent megteszünk ahhoz, hogy ezeket a kapaszkodókat megadjuk, és el tudják veszíteni pozitív értelemben önmagukat egy ilyen koncerten. Én nem mondanám meg, hogy hogyan viselkedjen a közönség, én csak azt szeretném, hogyha jól éreznék magukat, és ezért mindent megteszünk. Tehát a hegymászó felszerelést azt hagyjuk otthon, ti hozzátok a kapaszkodókat. Abszolút. Sőt, hozzuk a tűzoltókat is, hogy esetleg valaki nem mer lejönni onnan, ahol felmászok. Rendben, és milyen nótákkal várjátok az érdeklődőket a koncertjeitekre? Alapvetően az első nagy lemezünk, ami tavaly áprilisban jelent meg, annak a dalait játszuk, 10 dal, és ehhez kapcsolódnak még a koncerten belül feldolgozások.
minden angol nyelvű, és gyakorlatilag a saját szerzmények is, ezek több év alatt gyűltek össze, és ezeket a hangszereléseket gyakorlatilag ugye nagyon jellemző egy ilyen 60-as évek végig, 70-es évek közepéig mondanám, egy ilyen amerikai, illetve angol száz blues rock zenének a hangzása, de ez vegyül azokkal a gondolatokkal és érzésekkel, amiket én felhalmoztam gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben, és az termékeíti meg. Tehát hogyha hangzásban talán a Hendrixhez, meg a Creedhez, meg a Red Hot Chili Peppershez tudnám meg a Led Zeppelinhez hasonlítani, de közben mégis azért picit más, mert ugye közben nagyon nagy hatással volt rám a angol százének más csapás van, akár a Coldplay, vagy bármi olyasmi, vagy blues zenék, amik felelhetők bennük, úgyhogy nehéz megfogalmazni, de valahogy így tudnám leginkább. Igen, és hogyan hívnád meg a közönséget? Itt van most a lehetőség arra, hogy bemutatkozás után most szólj azokhoz, akikhez esetleg elér most a hangod, vagy elérhet most a hangod. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit ezen a koncerten. Azt gondolom, hogy egy torok meg szem nem marad szárazon, és egy olyan közeli kapcsolatot fogunk szerintem létesíteni veletek, hogyha eljöttök, amit nagyon ritkán éreztek egy koncerten, úgyhogy mindenképpen szeretném, ha minél többen eljönnétek, és együtt tudnánk kerülni a közös zenélésnek. Itt Marosvásárhelyen ma este 8 órától a Jazz and Blues Klubban, tehát Péri Barna triója.